Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit! Kultúrtópar című műsorunkban a Hévízi Vállalkozók Egyesületének soron következő programjáról fogunk beszélni, a harmadik kutyás napról. Stúdiónk vendége Morvai Anikó, az Egyesület elnöke, és Mörkné Győrvári Henriette, szintén egyesületi tag. És hát itt van velünk Candy is, Anikónak a kutyája. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez már nem az első alkalom, egy kicsit arról, hogy mennyire is volt népszerű, miért is hívtátok életre ezt a programot itt Hévízen. Szeretettel köszöntöm a vendégeket, a nézőket pontosabban. Ez a rendezvény már harmadik évben kerül megrendezésre. Az egyesületünk tagjai között soknak van kutyája. És mint tudható, a kutyás emberek nagyon barátságosak egymással is, és a kutyák révén egymással is jó kapcsolatot ápolnak. Ezért az első alkalommal felmerült az a dolog, hogy mi tartunk egy kutyás napot, hiszen vagyunk elegen kutyásak. És ekkor került megrendezésre, akkor még itt a városközpontjában ez a kutyás rendezvény. Nagyon sokan jöttek el, meglepő volt, hiszen a pandémia után így első rendezvények egyike volt. Érdeklődés hatalmas volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ebből csinálunk egy rendszeres programsorozatot. Mit is tudhatunk az idei rendezvényről? Mivel is találkozhatnak azok, akik ellátogatnak az Egregyi Múzeum kertbe szombaton? Igen, ez ugye nagyon fontos, hogy az Egregyi Múzeum kertbe találkozunk, nem a belvárosba. És idén mind mindig 10 órakor a regisztrációval kezdünk, ugye minden kutyus regisztrálunk, meg a gazdájukat is. Lesz egy kis megnyitó, és utána lesz egy ilyen mutasd meg, mit tud a kutyusod sorverseny, kis ügyességi játék, ahol mindenki megmutathatja, hogy a kutyus amit tud. Nagyon érdekesség még idén, hogy tombola sorsolásra is sor kerül, idén is. Szóval délelőtt és délután is, úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy a gazdik, akik regisztrálnak, hogy egy ilyen sorsoláson is részt vehetnek. Majd lesz egy kölyök kutya szépségversenyünk is, ami ugye az egyik legkedveltebb szokott lenni. Lesz ugye a szurkolók az állatokért alapítványnak egy előadása, ami szintén nagyon fontos témát fog feszegetni. Lesz egy szépségversenyük, ugye a szokásos, és lesz a keszthelyi kutyasulinak is a bemutatója, ami még egy nagyon érdekes program az egész családnak. Nagyon érdekes mégis nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy a rendezvény adománygyűjtésre is szolgál. Idén az uszkár fajtamentést segítjük, és ezért kérjük, hogy tápokkal, pokrócokkal, mindenféle olyan dologgal, ami a kutyusoknak kell, azzal támogassák ezt a fajtamentést. Akkor egy kicsit arról, te mint gazdi, mit gondolsz, miért is érdemes ellátogatni a rendezvényre? Én nagy közösségi ember vagyok, mint tudják. Én azt hiszem, hogy a közösségépítés, ami a legfontosabb ebben a dologban, hiszen ott jól fogjuk magunkat érezni, a kutyusok barátkozhatnak egymással, a program az nagyon színes. Candy 2 évvel ezelőtt megmérettette magát a szépségversenyen. Igaz, akkor nem nyert, de én azt gondolom, hogy akkor még kölyök kutya volt, lehet, hogy egy későbbi versenyen szintén érdemes azt a kutyát megmérettetni, aki már egyszer volt, hiszen sokat változnak a kutyusok testileg is az évek alatt. Úgy látom, hogy szeretne nálad is lenni a kutyus. Nagyon szépen köszönjük, hát sikeres rendezvényt kívánok akkor nektek. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, további tartalmas televíziózást. Minden jót, viszontlátásra!